Jó reggelt, szevasztok, srácok! Megint belemondtam a monitorba, hogy jó reggelt, bazd meg. Oda a faszomba. Na mindegy, ő legalább hal. Tehát ez nagyon fontos. Igen. Szerda reggel van. Hihetetlen, de már a hét közepe. És ugye végülis nem a hét közepe, mert a hétköznapok közepe. Folytasd. De nem? De. Belegondolsz. Ez a hétköznapok közepe. Így gyönyörű napsütés egyébként Debrecenben. Igen. Nem tudom ti, hogy érzitek magatokat. Egyébként én remekül. Na. Mi ennek az oka? Nem tudom. Jól keltem ma reggel fel. Na. Hát az mindig jó. Igen. Vannak ilyen napok. Vannak olyanok is, amikor kicsit szarabbul. De ez a mai, ez most jó. Valószínűleg az is lehet az oka, hogy tegnap végre ettünk. Gondolod? Hát szerintem ez benne van amúgy. Én egy csomó mindenben jobban érzem magam. Egy jó részéről nem szeretnék beszélni. Ha, igen, arról én sem. Arról én nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk egyébként, de biztos, hogy benne van az is. Á, biztos vagyok benne, igen. Tehát én legalább 3 vagy 4 dolgot tudok felsorolni, ami egyértelműen jobb. Komolyan? Igen. Na, ez jó dolog. Most, hogy ugye, és ilyen rövid idő után, mint egy visszatárolva, jobb, hogy ugye eszünk mást is növényi dolgokon kívül. Uh-huh. Most így hirtelen egyébként tegnap kicsit zavarba jöttem, így túl sokat gondolkodtam, és rájöttem arra, hogy ha ez az érzés konstans ezeken a területeken a vegánoknál, akkor elég sok mindenből maradnak ki, vagy egészen érdekesen élik az életüket. Tehát sok élményből, hogy mondjam, hát igazából kimaradnak, igen. Így az életük során. Hát, az biztos, hogy sok mindenből kimaradnak, ja. Mert, na mindegy, meglehetősen érdekes dolgokat vértem felfedezni. Máshogyan esnek bizonyos dolgok egyébként így, hogyha az ember normálisan eszik. Most láttad azt az utcát, ezt pont most osztották meg velem reggel Twitteren, hogy, várjál, igen, Twitteren, hogy most vegánok megint tüntettek. Igen? Nem, ennyi, srácok, amit az egy hónap miatt gyakorlatilag ez egy örök dolog marad, mint a laposföld hívők. Megint tüntettek az állat tenyésztése. Hát igazából az egy tenyésztés ellen, mert gyakorlatilag egy ilyen marhákat imitáltak. Tehát kifeküdtek az utcára, tudod, ilyen nylonfóliába, ilyen véresen, tudod? Jaj, tudom, én már láttam. De magukba billogoztak sorszámot, tényleg. Tehát hölgyek a lábukba süttették faszán. Ilyen nagyba. A számokat, a sorszámot. És akkor ők így elszenvedvén ezt próbáltak példálózni arra, hogy mi van. De mondom, én úgy gondolom, hogy ezt Twitteren osztották meg velem, de már is megmondom, mert valaki megtette, és megmondom, hogy ki volt az. Az az igazság, hogy egyébként a tegnap csak említett incidens után én már nem tudok mit gondolni. Tehát mármint a tyúk és a kakas szétválasztásról után. Igen, ó, várjátok, nem, rengeteg sok... Aki esetleg arról lemaradt, csak röviden arról van szó, hogy a vegánok szétválasztották a tyúkokat a kakasoktól, mert szerintük a kakasok minden egyes áldott nap megerőszakolják a tyúkokat, és ezt nem lehet tovább engedni. Jól van, srácok, én ezt meg fogom veletek osztani, ezt a cuccot, csak nem tudom, hol a faszomba kell ezt megosztani. Nyugodtan. Irigylem őket, hogy ennyi szabad idejük van. Egyébként nekem is mindig ez jut eszembe, hogy valahol megszületik ez a gondolat valakiben, és ő ezt leszervezi. Tehát kurva sok ideje van erre, hogy ezzel foglalkozzon. Persze, hogy meg, de ezt most várjál, mert berakom a Twitch csetbe. Nagyon durva, rakva nyugodtan. Így a telóról. Aztán majd valaki oszta tovább, mert egy telóról nem fogok nagyon copy-paste-ezgetni. Paste. Send. Paste. Send. Paste. Fent. Na ott jó, van. Ottan van. Remélem működik, nyomjál rá. Várjál, rányomok. Azt mondja, hogy Twitter. Ott van. Nyomjál rá, hogy azért te is tekintsd meg, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon büszkék rá egyébként, hogy ezt teszik magukkal. Basz meg, nem áll. Köszi, Jobi, csak hogy ne legyen teljesen tárgytalan, amiről beszélünk, hogy tudjátok nézni. Azért elég durva. Jó, hogy neked hangja is van. Igen, van. Ja, jó. Nagyon azt a kurva. És így oda rugdossák, pórázon őket, bazd meg, a kibaszott 10 éve, érted? Látom. És ott tapsikoltak, látom. Igen, na mindegy is. Ez kegyetlen, baszki. Én továbbra is azt mondom, hogy az üzenete ennek a dolognak, tehát hogy maga az, amit mondani szeretnének, ami hát egyszerűen lefordítva azt, hogy rendkívül sajnálják azt, hogy állatok azért születnek, hogy meghaljanak. Igen. Bármint itt most nem a természetes folyamatról van szó, hanem frankon, hogy tenyésztésről. Igen, igen, igen. De ez az üzenetet én megértem, és megértem az ő álláspontjukat is, hogy ők sajnálják őket. De nagyon szélsőségesek szerintem ezek a,
ezek a megmozdulások. Teljesen, ja. Tehát igazából én a pszichéjét nem értem annak, aki képes ennyire elborulni. És... megmondom, hogy nekem az a bajom ezzel, hogyha még lenne is olyan ember, aki tudod így átállna, vagy átgondolná, hogy igen, akkor vegán lesz. Igen. Hát, hogyha valaki, aki valamilyen szinten értelmes, ezt meglátja, az élet is elmegy a kedve, nem hogy attól, hogy vegán legyen. Igen. Tehát ez annyira szélsőséges, hogy én nem értem, hogy ettől mit várnak. Igen, igazából talán a legjobb ez a fanatizmus szó tényleg erre, hogy ez már annyira... Tehát igazából én úgy érzem, hogy például az a szint, és ezt mondom, én valószínűleg tévedek, ez a véleményem, hogy te megengeded nekem, hogy én belesüssek a kezedbe egy ilyen számsorozatot, ami tapasztalatban mondom, hogy gecire fáj. Nem velem csinálták, én csinálom, mindegy. És az a lényeg, hogy onnan tudom, hogy mennyire fáj, láttam, hogy mennyire tud üvölteni valaki majd 4 métert futni a másodperc töltrész alatt és beugrani merencébe, de most nem ez a lényeg. Tehát ehhez nem az kell, hogy annyira meg akart védeni az állatokat. Vagy hogy annyira hiszel az ügyben. Nem, annyira hozzá akarsz tartozni ez a csoporthoz, és annyira hype ez az egész, hogy ezt megcsinálod. De... Nem tudom. Ezek minden negatív dolgok. Én rendkívül átgondolatlannak tartom ezeket. Mondom még egyszer, az üzenetem magával nekem nincsen bajom. De a módszer az rendkívül szélsőséges, és az a baj, hogy a világunk annyira eltorzult ebből a szempontból, hogy ez valami félelmetes. És olyannyira eltorzult, és tényleg nem akarok erről beszélni, őszintén a lelkem közepéből mondom, hogy egy kurva szót se akarok mondani, de olyan szinten eltorzult a világunk, hogy olyan dolgok történnek, amikről mi itt nem tudunk normálisan beszélgetni. Mert az embereknél kiveri a biztosítékot azért, mert mindenki hülye. És ezt persze, tehát igen, nem általánosítva. Nem, ez már nagyon gáz. De komolyan, tehát egyszerűen hisztérikus. Én azt mondom, ami a mai világban történik, akár az LMBTQ community-n belül, akár ilyen szélsőséges gondolkodásokon belül. Snowflake-eskedés. Akár a klímaváltozással kapcsolatos dolgok most, ami van, azzal kapcsolatban. Felsorolni nem lehet, hogy hány olyan példa van arra, amitől a világ kifordul teljesen önmagából. Ja, de teljesen. És olyan szinten, hogy is mondjam, tehát számomra összeköthetetlen logikai kapcsolatok vannak már ezek között a gondolatok között. Érted? Uh-huh. Hogy mi történik? Tehát gyakorlatilag létezik szerintem egy láthatatlan dolog, uh-huh. ami az internet, amit tudod, mint a snob a South Parkba. Ami jön a snob. Igen. Hogy nem lehet látni. Nem tudsz mögé arcot rakni, mert igazából nem arc, hanem egy tömeg. Érted? Egy arctalan, láthatatlan valami, amitől félnek az emberek. Érted? Lehet amúgy. És emiatt úgy viselkednek, mint mikor azt mondja valaki, hogy ide figyelj, most, hogyha te szeretnél valaki közé tartozni az óvodában a játszótéren, uh-huh. nem pedig egyedül állni a sarokba, akkor dug fel ezt a szilvát a seggedbe. Amúgy amire de... gyakorlatilag nem lennél képes sosem, mert mi a fasznak, de nem akarsz, nem. Ez van. Ez a játszótér szabálya. Igen. Érted? És kész. És én így érzem, hogy egy csomó ember ennyire hülye. Tehát, hogy néha már eljutunk olyan szintig a logikus gondolkodásban, szerintem, hogy tényleg, a normális emberek azért általában tisztában vannak önmagukkal. És én is, mikor tudod, így olvasom, hogy ez a híres ember ezt tette, ez a híres ember azt mondta, az első gondolat mi? Jó, hát most ki vagyok én? Hozzá képest biztos igaza van. Érted? És akkor ez így fokozódik. És telnek az évek, és most már azt látom, hogy így meglátok valamit, és így kész. Ez hülye. Ez hülye, bazd meg. Tehát ez nem, mi az Isten baja van? Ez egyszerűen félelmetes. És olyan kijelentések történnek, srácok, hogy ez valami félelmetes. Hát ne is mondjam. Én legalábbis így gondolom, és mondom még egyszer, nem akarok belemerülni ebbe a témába, mert akkor kiderül, hogy ki hülye még. Arra meg nem vagyok kíváncsi. Hát nem. De mindegy. Én azt gondolom, hogy borzasztó, mi történik. És manapság egyébként az egyetlen terület, azt mondom, nem, két terület van igazából, ahol nagyjából az ember így bele tud mártózni így készfeig, abban, hogy vannak még más emberek is, és ez gyakorlatilag az internet bizonyos részei, és talán a stand-up. És most nem a magyar stand-upra gondolok, mert nem beszélnek erről, mert félnek. Nem félnek. Érted? Igen. És máshol nem találsz egyszerűen válaszra. Nem, igen, amúgy ez tényleg így van.
Hát max a közeli ismerőseid, akik még ugyanúgy egyetértenek veled, de ja. Igen, de már-már arról van szó, srácod, hogy beültek egy kocsmába, szóba jön valami a közéletből, érted? És egy, mit tudom én, az egyik ismerősötök, vagy az egyik haverotok elmondja a véleményét, tudod? Úgy jól, hogy minden, és tudod így. Azért szétnézel, hogy más is lát. Uh-huh. Hogy hallják ezt, hogy ajaj. Ajaj, amúgy tök jó, hogy mondod meg, igen, én is egyetértek, csak nem lenne jó, hogyha... Érted? És hát. ilyen szinten alakult ki a világ. Mitől van ez? Mitől félnek az emberek? Azt nem tudom. A közmegítélésétől? Hát, igen. Attól, hogy van valami, amit az emberek 90%-a elhisz, vagy egyetért, amivel valójában nem ért egyet, és nem hiszel, csak az interneten mondja, és ők elítélnek téged. Ezért nem mondják el az emberek. Nem, mert biztos, hogy ez van amúgy benne. Hadd üzenjek egy gyúrós malacnak, tehát gyúrós malac, témaváltást kértél, mert unod a vegán témát. Gyakorlatilag semmilyen szinten se beszélünk a vegánságról, és ezt őszintén üzenem most neked, engem egyáltalán nem érdekel, hogy melyik témát unod, vagy melyiket nem. De egyébként nem beszélünk a vegánságról jelenleg. Ennyi. Egy árva szóval se. Néha muszáj megmondani az embereknek, tudod, hogy van ez. Te is biztos. Az adott témakörök közül, tehát gyakorlatilag körülbelül egy olyan 3-4 témakörről van most szó, egyik se vegánság, valamelyikről azt hitted, és nyilván, hogyha lebaszol most engem azzal, hogy megint erről beszélünk, valójában nem beszélünk erről. Elég csúnya dolog ez, én azt gondolom. Egyébként, Kis András, neked van igazad. Miben? Attól félnek, hogy lenézik, vagy kiközösítik a véleményük miatt az embereket. Amúgy tényleg így egyébként van. Igen. És ez van benne. És ezért inkább valaki tartozik valami csoporthoz. Ami ez nem biztos, hogy akar. Így van, és én is ezt látom, és ez meg volt régen is. Ja, tehát ez teljesen igaz, csak nem ilyen módszerekkel. Meg akkor nem volt ilyen látványos, vagy nem is tudom. Igen, ja. Igen, mert az a baj, hogy látod te is, hogy akár a klímaváltozásról, akár az Amazonasról, bármiről van szó, amik fontos témák, és még egyszer mondom, az üzenettel minden szinten egyetértek, olyan módszeresen, hogy is mondjam, állnak hozzá, és olyan protestek vannak, hogy így, atya úristen. Durva cucc, igen. Atya úristen, tehát egyszerűen félelmetes, én azt mondom. De ezek a megnyilvánulások... Hát ezeknek amúgy alapvetően semmi értelme. Uh-huh. De most őszintén mondom. Tehát mondom, legyen az bármi, most nem csak a vegánokról beszélünk, az ilyen szélsőséges megnyilvánulások... A szélsőséges megnyilvánulások bármilyen témában én szerintem negatív. Alapvetően negatív dolgot eredményeznek. Nagyon ritka az, amikor valami tényleg elindul. Így van. Tehát, hogy valami változik, vagy változás történik, amiatt, mert valaki csinál valami eszvetlen orbitális egy baromságot. Tehát ez igen. Az ritka. Emlékszel, hogy, és ezzel vissza is kanyarodunk gyakorlatilag a lényegre, amit pontosan azzal, amit elmondtál, hogy amikor beszéltünk arról is, hogy valaki érvényesíteni akarja a véleményét, stb., legyen az akár, tehát szélsőséges témakörökben, amik jelenleg megosztóak, legyen az akár maga a klímaváltozás, a politika, a nemi hovatartozás, bármi. A lényeg az, hogy mondod. Uh-huh. Érted? Mert valóban, pontosan, hogy Jani is mondta, meg amiről már korábban is beszéltünk, hogy ha ilyen módszereket használsz arra, hogy közöld azt, amit mondani szeretnél, vagy elő egyből kurva anyázol, vagy olyan vagy, mint gyúrós malac, nem tudod érvényesíteni a véleményedet. Elfogod, tehát gyakorlatilag elijeszted az embereket a témakörtől. Ja, pontosan azt. Érted? Történik. Ki a tököm akar olyan csoporthoz tartozni, akik mit tudom én, nyilvánosan lehugyoznak valakit. Most csak mondtam valamit. Ja. Jó, oké, lehet, hogy megfogsz egy idiótát, de azzal semmit nem érsz, érted? Mert ha azt megkérdezed, hogy menjen el szavazni, akkor megeszi a krétát. Igen. Ennyit fog csinálni. Aki szerint meg ez menő, hogy beleégetik a kezükbe a számot, uh-huh. Az pedig szerintem nem feltétlenül arra az emberre van szükség. A vegánoknak. Szóval, hogy így... Igen. Nem értem. Na mindegy, én azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon figyelni kell erre, mert én azt látom, hogy az emberek a véleményüket kimondani rettentően félnek. Uh-huh. Legyen az politikai, mondom, akár gasztronómiai hovatartozás, mert én is van már, ugye? Vagy az LMBTQ community-vel kapcsolatban, vagy a klímaváltozással kapcsolatban, vagy bizonyos személyekkel kapcsolatban, hogy egyet értenek, nem értenek egyet, nem merik kimondani a véleményüket. Erre kapjuk általában... ugye, kontrára, hogy mi sem mondjuk el a véleményünket. Igen, de mi elmondtuk, hogy miért nem mondjuk el a véleményünket, azért, mert nem akarunk befolyásolni senkit. Mert ez most milyen dolog, érted? Az a baj, hogy sokan nem úgy fogják fel ezt a dolgot. Ez egy szar helyzet. De azért sok mindennel kapcsolatban elmondjuk a véleményünket. Igen, igen, de nem politizálunk. Ami nem nagyon megosztó abban. Nem megyünk bele vallási kérdésekbe, stb. Ja. Én azt kérdezem, hogy
az, hogy a politika megosztó dolog, mert mindenki állást foglal amellett, amit gondol, és senkinek sincs abszolút rálátása a dologra. Persze. És emiatt rohadtul megosztó, hiszen nem tudunk tényekkel hadonászni feltétlenül. Vallási kérdések ugyanilyenek. Persze. Szóval, vannak ezek a szélsőséges dolgok. Ugyanúgy, ahogy nem beszélhetek arról, hogy szerintem egy meleg mit gondol magáról, nem tudom, milyen az. Érted? Tehát, hogy ez nem ítélünk el valakit azért, mert a másik lyukra játszik, mert nem vagyunk ott, miért ítéljük el, stb. Ezek szélsőséges, megosztó dolgok. De kérdezem én, és itt jön a probléma, és a mai téma problémája. Hogy juthat el ilyen szintre olyan téma, ami olyan objektív maggal rendelkezik, mint a klímaváltozás, mint az erdők védelme, mint az, hogy mi a faszt eszel, érted? Tehát, hogy ezek a bagatell szarságok hogy tudnak ugyanolyan tabu témába emelkedni, mint akár ezek a dolgok? Hogy? Hogy? Megunták az emberek? Vagy mi a tökön van? Egyszerűen én ezt nem értem, hogy én azt megértem, hogyha valaki nem akarja a politikai álláspontját kifejezni, mert egyszerűen nem akarja megmondani a frankót egy csoport embernek, mert majd ők eldöntik maguknak. Jó, mondjuk például a klímaváltozás az azért is lett ilyen szerintem, mert most már ez egy politikai kérdés. Igen, igen. Az, okay, az tehát igaz. Ez például egyértelműen az. És vissza is kanyarodunk gyakorlatilag a válaszhoz, mert valójában az LMBTQ community-nek a nagy része az, hogy ki áll mellé és ki nem áll mellé is igen. Politikai kérdés. Igen, tehát mindenből politikai kérdést csinál. És így válik gyakorlatilag tabuvá minden. De hogy történik ez? És ez nem Magyarország. Ho-ho! Ez az egész világ teljesen. Hogy? Hogy történik ez? Úgy jogos, tényleg. Hogy valakit nem tudsz elküldeni a büdös picsába azért, mert egy paraszt mondjuk, érted? Azért, mert valamelyik community tagja, és te az egész community-t úgy lecuzámen küldted el a jó kurva anyjába, érted? És akkor te onnantól kezdve neked véged van a faszban. Igen. Igen. És ja, az a nem baj alapvetően amúgy, csak az a fura, hogy ugye beálltak bizonyos pártok az egész világon, bizonyos politikai nézetű csoportosulások, ez az, megvan, ezek mögé, és valószínűleg sok ember így dönt, hogy melyik párt mondjuk szimpatikus neki, vagy melyik nem. Igen. Érdekes ez a Monday Horror. Köszi a hozzászólást. Nem igazán azért nem mondjuk el a politikai véleményünket, mert félünk attól, hogy elveszítjük a nézőink százalékát. Ha az én véleményemet kérdezed, így a személyest, én attól félek, hogy meglátom az igazi oldalát a nézőink nagy százalékának, és összehányom magam, de valószínűleg nincs igazam. Tehát én inkább ettől félek, de erről hosszasan beszélgettünk. Igen. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Itt a műsorban. Srácok. Nem, nem. Pontosan azért nem beszélünk ilyen dolgokról, mert ugyanúgy vakon vagyunk ebben a témában, mint a legtöbbőtök, és nem tudjuk megmondani a frankót. Igen. Én nem tudom azt mondani, hogy legyen ez vagy az. Természetesen, mint magánemberek, mind mondjuk egy-egy politikai lépéssel kapcsolatban lehet véleményünk, meg van is véleményünk. Így van. De az, hogy most itt nektek ilyen átfogóan beszéljünk a politikáról, vagy hogy mi a jó választás, vagy mi a jó helyes döntés, hát arra nem vagyunk képesek, srácok. Legalábbis én biztos, hogy nem, de hát a Pisti sem. Nem. Úgyhogy azért mondom, hogy... De nem az, mert te pofázni én is tudok róla. Hát lehet erről beszélni. Hát jaj, az olyan, mint hogy egy izét befektes üvegbe mondanád, bazd meg. Igen. Hogy senki... Ez egy olyan dolog, ami után szerintem érdemes személyesen utána járni, és így ez alapján állást foglalni. Igen, tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy tehát tehát nem vagyunk szakértői ennek a témakörnek, és pont ezért nem akarunk fasságokat beszélni. Igazából erről. Hát pontosan így van, ugye? Mert hogy ugye a legtöbb ember ezt csinálja, mert honnan is tudná. Érted? Tehát most nem tudom, mi biztos nem fogunk belemenni abba, hogy mit tudom én, abba a városba emeljek be, mert van ott valami csáva plakát, nem szimpatikus. Igen. Ez van, tehát ilyen dolgokat én nem tudok csinálni. Na, de a lényeg, igaz, hogy politikai kérdést csináltak gyakorlatilag a legtöbb dologból, és valójában arról van szó, hogy tényleg az ilyen közmegítéléstől félnek az emberek. Mm. És legyen az online, vagy magánbeszélgetés, vagy nyilvános beszéd közben, nem lehet. Mondom, alkottak egy láthatatlan zacskó fost, ami pofán basz, ha belenyúlsz. Ez van. Igen. És nem tudod. És most itt vagyok, én mondjuk, és azt mondom, hogy te szívesen beszélnék erről, de nem fogok. Mert? Hát mert nem. Amúgy tényleg az a baj, most hogyha végig, most erre már szerintem rájöttünk, hogy
Mindenből politikai kérdést csinálna. Igen. És ezért, ez ezért nem szívesen beszél az ember ezekről. Vissza kell bontani ezt a dolgot, hogy miért. Én nekem van egy véleményem erről, csak nem tudom, hogy ez igazából, tehát, ja igen, ez egy másik dolog. Tehát amikor valakinek van véleménye, az azt jelenti, hogy rászánt mondjuk 2 percet az életéből, és gondolkodott rajta, nem az, hogy olvasta valahol. Ezt így tisztázzuk le. Én arról azon gondolkoztam, vagy nekem az a véleményem erre, hogy szerintem azért csinálnak a legtöbb ilyen dologból a politikai kérdést, mert gyakorlatilag az emberek elkezdtek ezekbe a szélsőséges csoportokba tartozni, és óriási nagy buborékok alkotódtak egyébként. Jaj, akár persze. Az LMBTQ community-re gondolsz, ami egyébként hatalmas. Hatalmas nagy. Hát hogy nem. Vagy az állatvédőkre, vagy teljesen mindegy. És ezeket a hatalmas csoportokat kell megfogni, és ezeket a csoportokat megfogod azzal, hogy dobsz egy csontot. Mm. Érted? Igen. És gyakorlatilag én, tehát ez egy logikus lépés szerintem a politika részéről. Hogy ilyen óriási embertömegeket tudnak megfogni azzal, hogy egyetértésüket fejezik ki a gondolatmenetükkel. Hát amúgy valószínűleg. Mint a mondjuk a egyenlőtt államban, vagy bármi ilyesmi. Ez jogos, valamilyen szinten ez egy ilyen shortcut hát politikailag. Hogy tehát, ez egy politikai igen. Shortcut, és azt tudod mondani, hogy ezt az óriási halom embert megfogod azzal, hogy legyen ez. Igen, csak ők attól meg, de gyakorlatilag innentől kezdve egy ilyen transzcendáció történik, érted? És a szentek közé lép ez a fajta csoport, és téged megbaszhat a kurva élet, akkor is rohadjál meg. Így van. Ja, igen. És ez azért elég durva, hogyha vele gondolsz, és emiatt egy ilyen furcsa dolog alakult ki. Amikor az van, hogy most is például látjuk azt, hogy Twitteren is óriási világsztároknál megy érted a fütyikardozás, hogy ki milyen véleményem van. Jaj, hát ez folyamatosan megy tényleg. Érted? De ez kész. Tehát ez kész. Tehát megosztja, mit tudom én, valamelyik óriás hollywoodi sztár, hogy szerintem nagyon rossz, hogy ezt csinálják az erdőkkel. Köszi! Kösz! Wow! Igen! Végre! Végre? Igen. Ilyen van. A másik megosztja, hogy hát szerintem ez nem is úgy van. Érted? És akkor jön. Akkor megmozdulunk. Akkor befeszülnek ugye az oroszlán izmok. És akkor megjelenik ugye a világnak az egyik része, aki eldönti, hogy szerinte is. Ez az erdő dolog, ez gáz. Ez gáz, igen. És akkor ő így, yes, ő az Isten. A másik embercsoport meg rájön arra, hogy hát jó, mindegy, akkor inkább legyen a másik oldal, és akkor egymásnak feszülünk, és nyikorog a világ attól, hogy mindjárt ketté törik, és 2 személy köré rajzolódunk, és ez van. Ja. Igen. Én nem tudom. Tényleg így van. Hogy cirkuszkál a népnek? Valószínűleg egyébként. Nem tudom, de megvoltak régen is szerintem a szélsőségek. Tehát ez nem egy új módszer. És most is gyakorlatilag ugyanarról beszélünk nektek, amiről mindig beszélünk, hogy a világ valójában nem változik meg. Tehát ha belegondoltak a 70-es, 80-as években is, hogyha globálisan nézzük a világot, meg voltak az összeesküvés elméletek, meg volt ugye a rasszizmussal kapcsolatos dolog, hogy volt, aki mellette volt, aki ellene volt, aki nem akart róla beszélni, stb. Tehát mindig megvannak a világnak azon problémái, amik nyilván nem ilyen mondva csinált, kitalált dolgok, hogy most mit tudom én, a föriknek is legyen egyenlő joga, használja a WC-t, vagy mit tudom én, hanem számunkra komolyabbnak tűnő témák voltak, lehet, hogy azok pont olyan bagatell dolgok voltak abban az időben. Pontosan. Ja. Hát valószínűleg ez így volt. Én úgy gondolom, mert mindig mindenki elítéli a világot, amiben él. Hova jutottunk? Mi lett? A faszt. Ha belegondoltak most abba, hogy mondjuk mit tudom én, a 20. században mekkora probléma volt gyakorlatilag ez az egész rasszizmus dolog, érted? Azt tudti. Annak, aki egy olyan korszakban nőtt fel, ahol ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy külön vannak választva, annak ugyanúgy egy bagatell kérdés volt. Élte az életét, és egyszer csak azt mondták, hogy ne úgy élje. Mert mi a tökömnek jön ő idebe, érted? Tehát az a baj, hogy nem tudjuk munkat beleképzelni ezekben nehéz, a dolgokban. Nehéz, igen. Pedig valójában szerintem a világ továbbra sem változik. Nem nagyon amúgy. Talán a módszerek. Igen. Ezek a protestek, tudod, igen, amikor igen, így kimennek, igen. És akkor égetnek ott nem tudom miket, meg faszom tudja. Ez jogos. De talán az eszközei változtak meg, de valójában szerintem azért annyira nem butultunk el. Mindig voltak hülye emberek. Na nézd meg a hippiket, mit csináltak azok? Te jó ég? Úristen, na ne, az durva. Te jó ég? Igen. Érted? Azt azok is mit tudom, mert azt most mondják itt a OP-éket, meg a millenialokat. Ha? Még azért bele kéne húzni millenialok a hülyeségbe.
Mert még ott nem tartunk, tehát elhiszem, hogy te kakasnak képzeled hát, magad, és kakasjogokat akarsz, de hippikhez képest lófassa vagy még mindig. A dobos körök a kertben még nem jelentek meg. Az biztos. Na majd akkor. Azok olyan karnéton voltak, az meg egész életükben, hogy körbe repülték az egész univerzumot a faszomba. Nem Elon Muskot izé istenítették, hogy ő lesz a megváltó. Nekik már akkor volt Elon Musk, érted? Már megmondták, hogy lesz. Annyit nyomtak. Azt tudja, úgy. Érted? Szóval csak mondom, hogy mindenki azt gondolja, hogy egy olyan világban élünk, hogy úristen, elborjázott minden, és ezzel kezdtem a műsort. Valójában nem. Nem. Ugyanilyen gáz nem, volt ezelőtt volt. Is. Amúgy igaz, igaz. Ez tényleg igaz. Persze, érted? Hát mint a Family Guy-os poén, ugye a szavazó céna, hogy az is, érted, abban az időben az is akkor ugyanolyan szürreális dolog volt, érted? Mm. Tehát ez most egy ilyen dolog. És én azt gondolom, hogy mindig megvoltak ezek a rétegek, és nem kell elkeseredni. És nem kell élni azt az életet, amit élnek az emberek. Viszont az igaz, hogy most már sokkal több ilyen van. A közösségi média miatt. Igen. Mert létezik az internet. Igen, mert megtalálják egymást könnyebben az emberek. Ez igaz. A hasonló gondolkozású emberek. Ez így ennyi. Így van. De én akkor is azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk ezt a 26 percet végighallgatja, a lényege igazából az egésznek az, hogy igen, szürreális őrület van, nevetséges szerintem a legtöbb esetben, de ez nem úgy. És nem kell úgy érezni, hogy mi vagyunk az utolsó generációja a világnak, mert innentől lejjebb már nincs sehol. De hogy nincs. Olyan mélypontokra jutott az emberiség, srácok, nem is olyan régen, hogy azért még nem közelítünk ehhez. És amikor valaki azt mondogatja, hogy vége a világnak, meg tönkrement a minden, meg mindent elvettek, meg mindenki megőrült, meg menjünk a Marsra, meg mit tudom én. Nem volt 100 éve, hogy megpróbáltuk kifingatni magunkat, és majdnem sikerült. Ez jogos amúgy, igen. 2-szer. Miről beszélnek az emberek? És most nem arról beszélek, hogy a klímaváltozás nem fontos, légy szíves, nehogy ezt lássátok bele. Én most a szélsőségekről, az internetről, az emberekről, meg hogy viselkednek egymással, meg hogy mennyi az agresszió, normális vagy. Hát baszki, mondom, az elmúlt 100 évben több kísérletet tettünk arra, hogy a bolygó eltűnjön az univerzumból. Érted? Hát az nem gáz. De ezek a melegek. Tehát így felfogja az ember néha, hogy miket beszél. Érted? Meg hogy milyen súlyú dolgok, meg milyen emberek állnak. Tehát érted? Én nem tudom, én azt gondolom, hogy akik azt gondolják, vagy bele vannak keseredve a mai világba, nem kell elkeseredni. Én még mindig ugyanazt mondom, mint ezelőtt 30 vagy 40 happy hour-rel. Előre megyünk. Nem visszafelé. Ez szerintem. Attól függetlenül, hogy rengeteg dolog van, amivel te nem értesz egyet. Ez természetes, mert mindig így van. Hát összességében biztos, hogy előre megy. De összességében azért nem ott tartunk, mint akkor. Tehát sok ember, mit tudom én, 20 éve él a Földön, 18 éve él a Földön, 25 éve él a Földön, és nem látja át azt, hogy akár csak a szülei, vagy a nagyszülei miket éltek meg. Érted? És... Igen. Én nem tudom. Én még mindig azt gondolom, hogy nincsen világháború. Nincsen hidegháború, amikor attól kell félni, hogy valamelyik dagadt szivarozó fasz megnyom egy gombot, az csecs. Hogy ilyen gyönyörű szépen mondjam. Uh-huh. Érted? Nem ilyen világban élünk. Jó, persze, a Kim Jong-un próbálja erőltetni magát, igen. De hát, na. De már ő sem nagyon amúgy. Ő is megunta meg, hát nehéz levegőt venni. Na mindegy. Nem ebben a világban élünk. Ne, más problémáink van. Ennek a világnak is megvannak ugyanezek a problémái, de ja. Ennek a világnak is megvannak a problémái, csak mondjuk például nem az, hogy most mit tudom én, az oroszok éppen mit lőnek ki, vagy mit tudom nem, én, vagy ki jut hamarabb a holdra. A mai világnak az a problémája, hogy vehess női ruhát a kisfiadnak. Igen. Igen, igen. Mindennek megvannak a problémái. Én csak azt gondolom, hogy nem kell attól függetlenül a világ végét mutogatni. Másfajták a problémáink. Igen. Ez azt tudom, zombi, igen. Szóval, nem tudom, ezt akartam mondani, Pogi, hogy itt beszélünk arról, hogy például, tehát amiről beszéltünk többször már, a környezetszennyezésről, a szemetelésről, stb. Uh-huh. Én azt értem, hogy a világ jelenlegi helyzetére azt mondják, hogy borzasztó. És igazuk van. Azt értem, hogy
próbálják súlykolni a megfelelő lépéseket, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel hasonlóan hova menjünk. És én értem, hogy mindenki azt mondja, hogy szar. És azt is értem, hogy a progresszivitásnak az a lényege az meg, hogy nem ülünk le, és tapsoljuk meg magunkat, hogy milyen fasz a gyerekek vagyunk. De akkor is néha kell jöjjön egy pogi, mint a csetbe, és azt mondja, hogy bazd meg 20 évvel ezelőtthöz képest, igencsak kurva jól állunk a szelektív hulladékgyűjtéssel is, meg a környezetszennyezéssel is. Jó, mert hogy 20 évvel ezelőtt mindenki beleszart abba, hogy mi történik. Ehhez képest. Ez így van. Érted? Ja. És én mondom, tudom, hogy arról van szó, hogy nem szabad megállni, és most ezen ugrálni, meg mit tudom én, de szerintem összességében, ha 10 évet, 50 évet, 100 évet nézel, javul a helyzet, csak nem olyan sebességgel, mint ahogy kellene. Ez pontosan ugyanolyan, érted, hogy mit tudom én, a 40-es években az emberek naponta 4 doboz cigit szívtak el, mert kurva jó volt, csak azt nem tudták, hogy megdöglenek tőle. Érted? Igen. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok. Még amúgy sokkal elfogadóbbak az emberek, mint régen. Ami alapvetően azért nem hátrány. És ez amúgy, itt tökre csodálkozom ezzel, hogy elég volt eltelnie, hát nem tudom. És nem akarok fasságot mondani, de szerintem kb. Olyan 30 évnek, vagy 40 évnek, hogy ezzel kapcsolatban ne legyen probléma. Hogy elfogadóak az emberek. Szóval szerintem amúgy ez menő. Viszonylag gyorsan adaptálódik a társadalom is az új dolgokra. Vagy az új dolgokhoz. Igen. Ez amúgy tudja, hogy rohadtul nagy fejlődés. Hát igen. Én nem tudom. Én csupán annyit akarok. Tehát annyi a lényeg, hogy azért nem kell. Tehát nagyon sok ember képes depresszióba esni a világ miatt. Sok esetben. És persze vannak borzasztó dolgok, látom, hogy írjátok. A cyber warfare-ek, az adatinformációk cseréje, a politikai pártok egymásnak feszülése világszinten, hogy megy állandóan a fricska meg a minden, és borzalmas dolgok történnek, és könnyű depresszióba esni. De nem kell. Én azt mondom, nem kell. Az emberiség olyan dolgokon túlesett már, hogy ez valami félelmetes. Uh-huh. Itt most főleg politikai dolgokról van szó. Uh-huh. Néha azért érdemes megállni egy pillanatra és arra gondolni, hogy alapvetően nem élünk annyira katasztrofális világban. És még egyszer mondom, aki ki akarja nyitni mind a 32 szemét, hogy 360 fokba lásson, és egész nap nézni akarja, az megteheti. És ott olyankor nagyon könnyű egy másodperc alatt belezuhanni a kútba, mert borzasztó dolgok történnek a világon. Az biztos. De borzasztó dolgok mindig történtek. Tudom. De mi motiválja az embereket? Hát, sok minden. Na mindegy. Én nem tudom. Igen, tehát mondom, én is igazából csak arra próbálok ösztönözni mindenkit, hogy én nem azt mondom, hogy ilyen vakon, ilyen lóterelő lófasszal kell élni az életet, mint hogyha semmi rossz nem történne a világban, de... Pedig amúgy úgy is lehet. Ilyen az életed? Hát nem. Hát lehet csak... Kizárod így a... Lehet csak akkor gyakorlatilag egy csomó ember kerületen azt fogja gondolni, hogy valami szektás vagy fogyatékos. Az lehet, igen. Érted? De most ez a te dolgod. Hogyha úgy, tehát, hogyha úgy éled. Most ez ugyanolyan dolog. Egyébként lehet, és van is, aki leéli. Simán. Ja. Leéli így. De ez van. És igen, én értem. A motiváló erő a félelem. Motiváló erő az, hogy az életnek egyszer vége lesz, és pörgetnünk kell magunkat, stb. De nem csak ezek lehetnek motiváló dolgok. Ha valaki azt hiszi, hogy több, tehát, hogy is mondjam, mikor azt mondod, hogy sokkal több rossz dolog van, mint jó, azt nagyon át kell gyúrni. Tehát sokkal több rossz dolgot hallasz, mint jót. Igen, de ez azért van, mert állandóan a rossz dolgokat halljuk. De ez... A jó dolgokat nem nagyon emelik ki jogos az emberek. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a világban rettentő sok jó dolog is történik. És nem tudom, hogy miért nem... Tehát hogy az az igazság, hogy az emberek nem beszélnek ezekről a dolgokról. Nem szeretjük ezt. Ilyenkor jut eszembe egyébként az a hihetetlen, nem is társadalom, hanem emberiségkritika, ami jellemzik a Matrixban. Amikor az első részben Morpheus ott ül, és gyakorlatilag már valahol a Nirvánát hallgatja, annyira be van nyomva, és Smith ügynök mondja neki, hogy tudta, hogy az első Matrixot tökéletesre tervezték? Ahol minden ember boldog, stb. És egy katasztrófa lett, és nem fogadták el a rendszert. Lehet, hogy ez a lényeg, nem a Matrix, hanem az, hogy valahogy így éljük meg a dolgokat. Én nem tudom már, hogy beígyek amúgy ezzel kapcsolatban. Olyan nem lehet, hogy minden tökéletes amúgy, ja? Nem,
Igen, csak, és szintén egyébként abban a jelenetben mondják, hogy a szenvedésen és a kudarcon keresztül éli meg az emberiség a kiteljesedését. Lehet. Simán. Nem tudom, lehet. Fogalmam sincs. Na. Ja. Simán lehet amúgy. Vagy a rossz hírek nélkül nem tudnám élvezni a jókat? Nem tudom. Ezek olyan kérdések, srácok, a világban, amik nem tudom, engem így foglalkoztatnak néha, hogy tudod, nagyon sok minden egyébként azt mondják az emberek, hogy csak úgy történik, és nem tudunk uralkodni felette. Hát de! Mert igazából az emberek saját maguk döntik el, hogy gondolkodnak. Vagy hogy mi mellé állnak, vagy hogy élik az életüket. Ahogy te mondtad, hogy ha valaki szemellenzővel akar élni az életét, akkor élje azzal. Minden módszere megvan rá gyakorlatilag, hogy a lakásból sem mozduljon ki. Igen. Nekem az a fura tényleg, hogy miért van az, hogy az ember sokkal-sokkal jobban emlékszik a negatív dolgokra, mint a pozitív dolgokra? Hát ez egy pszichológiai dolog. De vajon miért? Olyan érdekes amúgy. És ez mindennel kapcsolatban így van. Legyen az egy pozitív hír, vagy negatív hír, vagy egy pozitív tapasztalat, vagy negatív tapasztalat. Általában a negatív dolgokra sokkal jobban emlékszünk. Nem tudom, miért van ez így. Mert valahogy ilyen. Lehet, hogy pontosan azért, hogy az ember tanuljon belőle amúgy. Hát igen, mondjuk értem. Amúgy biztos, hogy van benne valamilyen logika. Lehet, hogy az mozgatja előre a dolgokat, nem tudom. Nem tudom. De az igaz, hogy te tulajdonképpen sokan vannak, akik objektíven azt próbálják összerajzolni, hogy tudod, az emberiség hol tart most. És mikor összerajzolják ezt az egész dolgot, akkor kimondják azokat a dolgokat, hogy nem kell, tudod, elmennünk vadászni az élelmiszerért, nem kell megvédenünk magunkat a vadállatoktól, meg a gyilkosoktól, nem kell, tudod, a hajlékot keressünk magunknak minden nap másikat, mert esik az eső, vagy belecsap a villám. Tehát, hogy egy csomó nem háborúzunk most jelenleg egymással úgy olyan szinten, hogy neki, tehát, hogy most én is így kiszaladok az utcára, azt, mint Clevelandbe, az meg így szét kell lőjek másik három embert, hogy átmegyek a non-stopba, meg mit tudom én. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak, érted? És hogy ebből a szempontból sok problémától elestünk, vagy sok nehézségtől. Mm-hmm. És akkor lettek más és másik okok. Hát igen. Tehát, hogy mindig kell. Ja, ez igaz. Valami mindig kell, hogy legyen. Amit megkeresünk, hogy ez gond. Érted? Igen. Látod, mi is mit csinálunk ilyen hülye vegán hónapokat, bazdmeg. Csinálunk magunknak problémát. Ez van. Mert hogy ugye más gondunk nincs. Nem. Na mindegy. Szóval nem lesz állj, nem kezdtem újra a Family Guy-t, sose hagytam abba, ennyi. Tehát ezt tudod te is. Szóval nem tudom. Én azt gondolom, hogy ezek azok a témakörök, amikről nagyon szeret beszélni az emberiség, vagy hallgatni szereti. Én ezt nem tudom eldönteni. Érted? Hogy... annyi ember, tudod, hallgatja ezeket a témaköröket, meg ezeket az óriás vitákat, meg ezeket az ellentéteket, és nem szól hozzá. Ja, akkor ki beszél róla? Amúgy nem sokan. Ez tény. Az emberek általában inkább hallgatni szeretik. Igen. Ezt a dolgot. Igen. Vagy megosztani ugye már, mert most már őt is lehet. Igen. Nem tudom. De mondom, furcsa az emberi természet ebből a szempontból. Hogy tényleg ezekből a dolgokból építkezik, ezekből a dolgokból tanulsz. Tehát, ha belegondolsz, gyakorlatilag ez valószínűleg valamilyen evolucionális dolog lehet. Ez biztos, hogy az, persze. Tehát most gondolj bele, ott van az ősember, honnan a faszomból tudja, hogy a tűz éget meg meleg. Hát belenyúlt a hűvösszet. Megjegyezte, hogy az éget, igen. Tehát, szóval nem az volt, hogy mit tudom én, tudod, meggyulladt a tűz, aztán ráesett egy farács, és ráesett egy hús, ami feldarabolta magát, majd megsült, majd beleesett a szájába, és akkor rájött, hogy milyen finom. Igen, így vagyunk programozva. Ez igen. A túlélési ösztön. Lehet. Azért van az, hogyha az ember sarokba szorítják, akkor nevetségesebb, mint egy csimpánz. Lehet, amúgy. Király. Ja. Ne szállj ma egy ilyen troll száj hangulatban van. Hát nem is igaz. Ne. Nem is igaz. Hogy az emberek többsége nem tud véleményt alkotni. Szerintem az, hogyha valaki tudja magáról, hogy nem tud véleményt alkotni, és azért nem mond véleményt, az már egy óriási, az következő evolúciós lépcső, érted? Ez már nem a homo sapiens. Érted? Nem egy felsőbbrendű lény. A probléma ott van, hogy az emberek nem tudják azt, hogy nem tudnak véleményt alkotni. Mert az, hogy körülbelül, az nem vélemény. Érted? De azt amúgy nagyon tudják csinálni. Az a best. Igen. Jó, egy reptilián? Hát ezt nem tudjuk, hogy a reptiliánokkal, meg a rákemberekkel mi újság van. Ők egészen más helyen vannak a társadalomban amúgy.
Igen. Hát gyakorlatilag szerintem... Itt vannak legfelül. Az evolúcionális lépcsőn a következő részét majd akkor fogjuk megtapasztalni, amikor ugye már Zuckerbergnek lemerül az elem, és végre megnézzük, hogy miből van. Nem merül le, az az igazság, hogy belőle több van. Ó, oh, akkor az egyikben. Mert hogy ugye ő egy robot, de mint hogy aki... Tehát mi? Több van belőle. Több van belőle? Persze. Mert? Hát mert van ugye ő valahol van. Nem tudni, hogy hol a puli kutyájával. Ja. De egyébként több Mark Zuckerberg megy a világban, csak ők robotok. Ennyire egyszerű. Ezt sokan nem tudják amúgy, de ez így van. Oh. Nézzétek meg vele azt az interjút, egyértelműen látszik, hogy nem ember. Hogy a gyík emberekkel mizu? Láttad? Ez meg már gyakorlatilag a kulturális tájékozatlanság. Tehát valójában a gyík emberek a reptiliánok. Reptile. You know? Ez így van. Egyébként, igen. Várj kicsit, az eredeti Zuckerberg egy gyík, akkor gyík robotok vannak? Ez gyík robot, így van. Ez pontosan így van. De amúgy egyetlen egy igazi reptilián van, az pedig Angela Merkel amúgy. Mert hogy ugye róla van az a felvétel, hogy tehát be van bizonyítva, hogy ő az. Hogy micsoda? Amikor kikapja a zöld bogyót a pohárba, nem láttad azt? Nem. Á, az kegyetlen. Nem látom, megnézem. Az tényleg, ez nem véletlen. Az nem véletlen, az mindenki nézze meg azt a videót. Be van bizonyítva, hogy az. Na, Istenem. Imádom amúgy ezt a témát. Annyira vicces. Én nem láttam. Csak azt tudnám, hogy ezt kitalálta ki. Érted? Nem lehet visszakövetni, az a baj. Tehát, hogy ez sose derül ki, kitáltak, hogy reptiliánok vannak. Durva cucc. Az lenne az igazi pedig. Igen. Jaj, bazd meg, most Angela Merkel jutott eszembe, mert hogy ugye ne szállj meg sértődött, mert ő Angela Merkel szavazó. jutott eszembe pont most Bill Burr-nek a stand-upja. Hát nézzétek meg, ha akartok valamit látni, de gyakorlatilag az egy olyan stand-up műsor, egyébként egy órás, hogy szokott lenézni, egy special, tehát nincs olyan 5 perce, amiért te ne gondolnád azt, hogy azért börtönbe kerülsz, mert nézed. Az igen. Tehát eléggé szélsőségesen sikerült. Az igen. És ő mesél arról, és ez nem megy ki a fejemből, most mondom, Angela Merkel jutott eszembe, hogy Obama felesége most ilyen világkörüli turnét tart, ilyen stadionokba beszél. Erről már hallottam, igen, igen. És ő teszi fel a kérdés, hogy tehát, hogy... Mert a First Lady az mi? Hát... Tehát, hogy ez hogy lett így? Hogy nem értem. Na mindegy, de érdekes. Csak most eszembe jutott. Ez most eszembe jutott, azon visítva röhögtem. Igen. Igen, stadionokban. Igen, igen, stadionokban. Tehát azért nem épültek Magyarországon a stadionok, hogy ide jön Obama a felesége. Illuminati konfirmi. Nem tudtátok, hogy ez így van, de ez így van. Igen. Igen. Na mindegy, tehát, hogy valaki, mit tudom én... Szélsőségesen gondolkozók szerintem véget vetnek a saját életüknek, mikor ugye megnézik azt a műsort, kegyetlen. Na mindig. Ez van. Az emberiség szeret a tűz köré gyűlni, és megbeszélni, hogy milyen büdös a fingás időről időre, és ezek a stand-up specialok, amiket mindenki megnéz, mármint aki szereti. Ott vannak a közönségben az emberek, olyan dolgokról beszélnek, ami miatt a Twitteren gyakorlatilag az életednek véget vetnének, és mindenki nevet, és örül neki, hogy van egy barom állat, aki azért kap annyi kurva sok kibaszott pénzt a világon, mert ő kimondja. Te meg annyit csinálsz, hogy... És így ennyi. Kész. És ezzel így meg is elégettünk. Ez van! Ez van! Ez van. Ez van. Így oldjuk meg. Hm? Szerintem. De most nem. Valószínű, amúgy igen. Ők meg kapják a savat. Mint az állat. A másik oldalról. De hát ez ilyen basszus, ja. Polgár Andrés, alapvetően ebben igazad van, hogy annak, tehát, hogy, mármint az alapvetésben, hogy, nagyon, hogy a legtöbb ember úgynevezett apolitikus ember egyébként a világon, és hogy amiatt nem tudunk, tehát nem olyanok a vállalat, tehát nem olyanok a kijelölt személyek, stb., mert nagyon sok embert valójában nem érdekel. A többi ember meg beleőrül ebbe. Amúgy őszintén szólva, én ez nem tudom mennyire globális, mert szerintem ez inkább itt a kelet-európai régióra igaz. Hogy annyira nem érdekli a politika, már csak az előző rendszer miatt sem. Hát elképzelhető, miatt igen. Is, úgy mondom. Igen. Mert azért például szerintem Amerikában az elég sokan politizálnak, még akkor is, hogyha nem értenek hozzá. Sokan politizálnak Amerikában, ez igaz, de ott nagyobb is a minta. Meg más a kultúra. Szerintem Nyugat-Európában is más a kultúra erre a politikára. Más, de összességében én talán egyetértek azzal, hogy ugye mivel hogy azokat hallod, akik politizálnak. Érted?
és a szavazások mégis így vagy úgy alakulnak, és nem értik ezek a hangos emberek, hogy miért. Uh-huh. Azért, mert egy csomó ember szarik rá, bazd meg. Enni kell, geci. Melyiket kell? Azt, jó, van, akkor bazd meg. Adjatok már picsába, érted? Mert most megy amúgy a Forma 1, te meg itt baszogatsz. Érted? Szóval, ja. Érted? Ezzel egyetértek, hogy azért átláthatatlan szerintem az, hogy milyen a hozzáállás egy adott országban, nem kell Magyarországra, nem kell Amerikára, bármelyik országra gondolhatok, mert ha a hírekben ászol, megállás nélkül, és jön egy választás, és bé a válasz, akkor mindenki így áll. Hogy? Hogy? Hát hogy? Hát úgy bazd meg, hogy itt van, hogy az, hogy a társadalomnak egy köröm alatti része pofázik az árral az újságba, érted? A többi ember meg... Az ma van. Várjál. Jó, menjünk. És valami van, és csá. A világon egy csomószor ez történik. Erről beszéltünk. Igen. Hogy pontosan ezek az emberek döntik el a médiahekkek által a szavazásokat, mivel hogy ők rohadtul fogékonyak. Persze. Két szaklás közben neki azt mondják, hogy igen, jó lesz. Valahol hallottam, hogy meg. Valahol olvastam. Olvastam, vagy nem tudom, láttam a reklámot, vagy anyád mondta, nem tudom. Mindegy, hogy a reptilian.hu-n olvasta, de olvasta, hogy arra nem szabad szavazni. Így igaz, és erről beszéltünk nektek a The Great Hack-es részben, amikor a social media hack-ekről beszéltünk, hogy hogyan befolyásolják az embereket. Ez az a réteg, amit pontosan meg tudnak határozni, pontosan be tudnak célozni, és ők döntik el, hogy mi történik. Ez van. Igen. Ez van. Úgyhogy én egyetértek azzal a hozzászólással, hogy rettentő sok embert alapvetően nem érdekel ez az egész. A politika úgy unblock, a világ kérdései úgy unblock, le se szarják. Ami egy rossz dolog, de őszintén, most úgy a lelkeméből én nem tudok hibáztatni senkit, hogy én azt mondta, hogy neki elege van ebből, vagy eleve ja, van, ja. Nem tudom. De mindegy... Vagy egyszerűen valaki nem szállja rá az időt, hogy ennek utána nézzen normálisan. Hogy helyesen tudja dönteni, és inkább nem dönt sehogy. Van ilyen amúgy. Igen. Na mindegy, de érted? A lényeg a lényeg. Ez nem egy jó dolog. Azért nem jó dolog, mert ilyenkor olyan dolgok történnek, amik nem szabad választások. Uh-huh. Nem szabad döntések, hanem befolyásolt döntések, mert nem sok ember befolyásolta, mert nem érdekli őket. Érted? És ez van. És ezt kell megérteni. Hogy amikor állnak széttárt kézzel, bazd meg a Brexitnél, vagy én állok, hogy semmi köze nincsen Angliához, azt így nézek, hogy tudod így, mi a fasz? Ezek hülyék, vagy ezek nem hülyék, vagy mi van, érted? Fogalmam sincs a kérdés, vagy érted, hogy ez hogy lett? Uh-huh. Hát úgy lett, bazd meg, hogy ott voltak a véres habzók, hogy lépjünk ki, ott voltak a véres habzók, hogy ne lépjünk ki, maradjunk itt, meg ott volt kibaszott sok ember, aki azt tudta, miről van szó. Igen. Letted? Mond, Brexit, de vicces, olyan, mint a... És ennyi. Ez pontosan így van. Ja. Persze most ironizálok. De nem, de ez így van. De ez egy ilyen cucc, srácok. Ja. És ezt kell megérteni. És köszönöm a hozzászólást egyébként, mert építő jellegű volt. Hát meg ugye a legtöbben, ugye azért szavaztak a Brexit mellett, mert akkor nem veszik el a munkát. De ez így van. Most viccen kívül ezzel nyerti meg az emberek nagy részét. Azt itthon is megcsinálták már jó sokszor. Jó, hát meg igen. Nem veszik el a munkát. Hogy elveszik a munkát, meg nem veszik el a munkát. Igen. És beszopna mindenki. Imádom. Na mindegy, ez van. Befolyásolják az embereket. Legyen elég annyi mondani való erre, hogy igen. Mert lehet. Lehet, hogy ne lehetne. Úgyhogy, durván lehet befolyásolni az embereket. Akkor elég egyetlen gondolat, de komolyan, ami tetszik egy ilyen befolyásolt embernek, csak egy. És kész. És ezeket a gondolatokat találják meg, mert ugye pont az érdeklődési köröd alapján háromszögelnek szépen be, hogy mit kell kapjál, hogy megbassza az agyad. Szóval, ja... Srácok, nem kell azt gondolni, hogy a legrosszabb időszakát éljük a világnak, mert valójában nem erről van szó. Legalábbis szerintem volt sokkal rosszabb, volt sokkal kegyetlenebb is. Szerintem értékelni kell a helyzetünket. Ez az egyik üzenete ennek a mai műsornak. A másik üzenete meg az, hogy meg kell érteni, hogy a világban nem feltétlenül úgy működnek a dolgok, hogy hallasz valamit
a tévében, vagy Instagramon, vagy Facebookon, amivel egyet értesz, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag az az irány. A világ nem így működik. És nagyon-nagyon fájdalmas. Én azt gondolom. Sok embernek ezt megérteni. Tudod, ez a, mit tudom én, mikor meglátsz, tudod, egy éhező afrikai gyereket, érted? És akkor az első gondolat, hogy miért nem mindenki ezzel foglalkozik a világon? Hát, hogyha úristen, ezek nagyon fontos kérdések, de a világ nem így működik. A világ egy rendszer, amiben nem lehet borogatni, meg így leseperni az asztalról a dolgokat. Foglalkoznak vele, képzeld el! Ja, az éhező afrikai gyerekkel. A könnyes szemeiddel, amikor félrészegen otthon bazd, meg kiköpted az utolsó szotyi magot. Érted? A laptop előtt, mert a tévében nem megy semmi. És bekönnyezik a kis szemed, mert hát na, azért emocionálissá válik péntekre az ember egy fél sor után, érted? Hogy senki se foglalkozik az afrikai éhezőkkel, de igen. Kibaszott sokan foglalkoznak velük. Mondok jobbat, te is foglalkozhatsz velük, csak leszarod. Ja. Mert addig érdekel, bazd meg, ameddig éppen megnéztél valamit. És ezek a habzószájú emberek kurva anyáznak az interneten egy csomószor. Akiknek közük sincs a témához. Pedig, és ezt elmondtam sokszor, ha valaki egy adott ügyért harcolni akar, ha valaki egy adott ügy mellé akar állni, tegye meg, megteheti, megvannak a nemzetközi szervezetek rá, megvan a lehetőség a támogatásra anyagilag, és megvan a lehetőség a támogatásra úgy, hogy oda mész. Hányan vannak? Őszintén. Érted? Akik feladnak orvosi karriert, üzleti karriert, óriási karriereket, és elmennek Timbuktuba, bazd meg, mit tudom én, kutatásni. Ja, igen. Mert kapnak egy képet, vannak. És elmennek. Érted? És mit csinálunk? Én is. Mekkora király csávó. Érted? Hát ennyi. Ennyit tudok mondani. Igen. Semmi mást. Vagy? Hát hülye. Tudja, hogy nem mentem volna oda külföldre, ott van hét. Ennyi, igen. Érted? Ennyit tudunk csinálni. És ez van. De ha meg akarod tenni, meg tudod tenni. Én ezt mondom, ezt nem értem soha. Miért ott van az erdő, meg a minden? Menjél hozzá, ültessél fel. Mi van? Nem tudod, hogy kell. Nézd meg a neten. Igen. Mindenre megvan a lehetőség. Én ezért nem értem. Érted, hogy ha az emberek ennyire tenni akarnak, és ennyire szétfeszít minket, tudod, és szétválaszt minket, mert te azt mondod, hogy igen, én meg nem, ezek a problémák. Mm-hmm. Valójában lehet érte tenni, és... Ó, nagyon sokféleképpen lehet. És a nagyon fontos, amiről te is beszéltél. Ha kifekszel most az útra, érted, és megkérsz engem, hogy először próbáljalak meg kivágni, aztán meg gyújtsalak fel, érted? Mint egy fa, olyan leszel a tested, és ezt én megteszem veled, és te mondjuk meg is halsz. Az egy protest az ellen, és kiírjuk rá persze, hogy ugye, mit tudom én, mentsd meg az erdőket, vagy valami, mert ha nem, akkor nem értik, hogy hülye vagy, hogy mi van, érted? Kiírjuk. Azzal lehet, hogy lesz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hír, hogy mekkora fasz vagy. Uh-huh. Érted? De ha elmész fákat ültetni, érted? És kettő ismerősöd az Instagramon vagy a Facebookon meglátja, hogy mit csinálsz, és mondjuk vasárnaponként elmegy veled, az a sokkal többre mész. Hát ezerszer. Mint ezekkel a fasságokkal. Igen. Érted? Igen. És ezzel kezdtük ezt a témát valójában, és ezzel jól lezárni is, hogy motivációnak sokkal jobb, hogyha valaki feláll más emberek helyett, és ezért respekt mindenkinek, aki megteszi, mert lehet motiváló erő. Azt tudja mondani valaki, hogy hallod, bazd meg, én megcsinálom. És gyere te is, és nem kerül sokba, és csinálj meg te is. És mindig ezzel lehet motiválni az embereket. Nem azzal, hogy nyilvánosan gyújtogatod magad, meg mutogatod a segged, meg a faszom tudja, hogy mit, hogy figyeljenek rád. Érted? Meg nem azzal, hogy megosztasz valakit, akinek szerinted igaza van. Ki a faszt érdekel? Igen. De most komolyan, nem? Tényleg milyen már? Érted? Mi tudom én most? Azt mondod, hogy egy adott területen, Oroszországban pusztulnak a szarvasok. Érted? És akkor én megosztok itten, hogy hal, szerintem ez rossz. Igen. Fuck yeah! Meg hogy ki tehet róla? Megmondó kapitány! Szerintem ez rossz. Szerintem ez rossz, igen. Szerintem ez rossz. Igen. De komolyan. Ha nem lenne itt ez a tűz, nem égne az erdő. Pontosan így van. Csak és mondanám. Igen. Végre megmondta. Ő megmeri mondani, mekkora ember. Kenyom. Igen. Érted? Szóval, ez egy ilyen kör.
Kis mosolykeltés, mosolykeltés okán, csak hogy legyen egy vidámabb dolog is, ha már a motivációs rész meg volt, és remélem azért átjött a pozitív része is, nem csak az, hogy... Tegnap egy haverom mondta, hogy akar egy tech-csatornát indítani. Igen? Igen, mondta, hogy telefonokat fog tesztelni. Az iPhone tesztünk inspirálta. A kurva életben. Mondta, hogy szigorúan 5 másodperc. A teszt? Lesz a teszt, igen. Mondta, hogy 3 kárból kibontja. Tudod? És így ránéz. 1, 2, jó. Vagy? Nem jó. Képzeld el azt a legjobb, ahogy ebből egy kultuszt tudnánk csinálni. Én ezt már mondtam. Kultuszt tudnánk csinálni úgy, képzeld el azt, hogyha sikerülne úgymond egy legitim csatornát csinálni ebből, az az 5 másodperc izgalom, amikor tudod, tehát legitimizálni akarja az ember a saját döntését. Igen. Vagy úgymond, nem is legitimizálni, hanem úgymond jogerősíteni. Én ezt a telefont vettem, most veszi elő. Hol morcsolja a szemöldökét? Igen. Jó. Jó van akkor. Igen, igen, igen. De igen, ezt muszáj. Szerintem kurvára nézünk amúgy. Ezt... Mit fog mondani, érted? Milyen színű lesz a kő? De hogyha visszarészélsz, vagy kitaláltuk egyszer. Tudom. Hogy csinálunk egy csatát, ami szar, vagy nem szar. Ez a kettő. Ennyi. De bazzik, de hidd el nekem. Ez a legjobb. Kész. Tehát tudod, ez olyan, mint mikor kijön a mormota. Végre. Kijön, vagy nem jön ki. Érted? Meddig tartott el? Tehát ez az. Igen, érted? Igen. Jó, vagy nem jó. Muszáj. 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 Szerintem zseniális az ember, és befutna, mint a szar. Tehát nem azért, hogy bármi információt megtudjunk. Érted? Hanem, hogy mit mond Gyula. És ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag 2019 kompatibilis, mert 5 másodpercet csak megnéznek az emberek. Ez így igaz. És azt nem tekeri bele, bár lehet, hogy valaki ezt is eltekeri ezen én az unboxingot, tudod? Ja, hogy csak a végét. Csak a végét, igen. Igen, ez lehet. De komolyan, tehát ez egy nagyon nagy dolog lenne, srácok, higgyétek el. Kismilliárd videót lehetne csinálni belőle. Igen. Én gondolkozom rajta. Mert tényleg ez nagyon fontos, és hát utána gondolj bele, mennyi pénzzel lehet a véleményt eladni. Ha amúgy, hát gondolj már bele, ja. Tehát csak milliókba beszélünk, és akkor meg... jau, tehát J-A-U, mert Debrecen, meg nem jau, és akkor így érted. 5-10. Bizony, bizony. Ne, viccelek. Viccelek. De lehetne ez. Lehet. Ezt őszintén kell csinálni. Aztán jönnek majd a kínai gyártók. De tök minden belefér. Ha egy nem csinálunk, mint amit 100-at. Bármennyit megcsinálunk ebből amúgy. Kész, kurva jó. Itt darálod fel. Jó vagy nem jó? Igen. Gondolom már bele, és lenne egy ilyen videó, mondjuk egy ilyen 1 millió megtekintés. Ez mekkora epik? Jogos. Úgy kell csinálni, úgy hogy magának csinálni. A műsornak a neve, ugye jau. Mert azért, hogy a svédek azt higgyék, hogy ez egy szó. Igen, igen. És kérdőjel. De az umlautos. Igen. És, és kérdőjel. És ennyi. És akkor annyi van, hogy a videó végén kapsz egy jaut, vagy egy nem jaut. Nagyon jó. Ez kurva jó. Beste. Az a durva, hogy nem csak telefonokat lehetne itt teszni, bármit. Az íg egyet a világon mindent. Érted? Nyulat is. Igen. Most jó, vagy nem jó a nyúl, ha? Ez nem cool. Hát ez... Az a baj, ezek nagyon jó ötletek amúgy. Ezek nagyon jó ötletek. Nekint csináljuk amúgy. Mit meg nem tenne az ember azért, hogy azt mondják rá, hogy jó. Hogy ez jó. Érted? Igen, csak nehéz egy unboxingban azt mondani, hogy jó. Vagy nem. Valójában nem. Valójában nagyon egyszerű. És te is látod ennek az egész dolognak a hátterét. Jó, hogy ez mind alapul. Tehát itt az a lényeg ebben a csatornában, hogy a személy, aki ehhez rendelve lesz, ő gyakorlatilag értem, egy magasabb értem. Szintre lesz emelve, mint akinek a véleménye felírja mindenkiét a földön. Te értem. Érted? És mikor át tud lépni ebbe a státuszba, akkor lesz bomba ez a csatorna, érted? Amikor, tudod, felkeresik Közép-Kelet-Ázsiából. Igen. Hogy azt mondják a kis Inglaura, hogy jó. Nem, ő azt mondja, hogy nem jó, hogy vége mindennek, kár volt nevelni. Csináljunk egy plot epizódot ebből? Hát, igen. Legyen egy plot. Kéne. Jó, pilotra gondolsz, Pixel. Hát nem lesz hosszú. Majd pilot epizód. Ezt meg tudjuk csinálni amúgy. Vannak itt dolgok, amiket mi nem bontottunk ki. A világon az összes dolgot kibonthatjuk, Jani. Megjön a kaja, pizzás doboz, kinyitod. Jó. Jó. Ennyi. Mondom, ez ott van a szervon. Na, zárjuk le ezt, zárjuk le ezt. Hatalmas amúgy. Ma folytatjuk a The Surge-t, mert nagy nehezen rájöttünk, hogy merre kellene tovább menjünk, de aztán elfelejtettem. Na, tessék. Úgyhogy, hát reménykedem benne, hogy valahogy rájövök délutánig. Hát, ha. Úgyhogy ez a délutáni program. Így van. Akinek nincs kép, már mondtuk sokszor, androidos telefonokon nincs kép. Igen, ezt mondtuk, valami probléma van. Nem tudom, hogy nem tudom, mit talán most, hogy frissült a Twitch, lehet, hogy ez változott, lehet. De nem hiszem. Nem tudom. Na, úgyhogy ez a délutáni program. Köszi, Kretli.
Értékelt a mai hát. Jáho. Jáho. Na, igen. Ennyi. Tökéletes. Úgyhogy itt van. Holnap pedig ugye nem gaming műsor lesz délután, hanem újra a Time Out Podcast lesz. Visszatér hozzánk Duszka Peti. Tényleg. Illetve a FOMO film rendezője, ami egy olyan film, ami nem sokára mozikba kerül majd. Mi már láttuk, mert megengedték, hogy megnézzük. Bizony. Mi már láttuk, úgyhogy úgy fogunk beszélgetni velük, hogy mint kiderült, nem beszélgetünk a filmről. Úgyhogy egy kurva izgalmas epizód lesz, mert megbeszéljük azt, hogy nem beszélhetünk arról, hogy mit csináltak, ami szerintünk nem mondhatjuk meg, hogy jau, vagy majd nem jau. Igen. Na, engedjük ezt el, délután találkozunk, srácok. Így igaz. Szép napot, szevasztok!